Jó estét kívánok, kérem lassan foglaljuk el helyeinket. Legalább egy helyet mindenki magának. Ott hátul a kabátot le lehet tenni, és hogy amikor már halljuk a nem létező legyek szárnya csapását, akkor elkezdődik az ének, úgyhogy foglaljunk helyet. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit az ELTE Szent Demeter Kamara Kórusa nevében. Előjáróban annyit érdemes tudni a kórusról. 1997-ben alakultunk, elsősorban egyetemi kórusként, de megalakulásunk óta kizárólag az ortodox egyházi zenét műveljük, elsősorban ószláv és kisebb mértékben pedig ógörög nyelven. Kétszer fogunk majd megszólalni a mai program folyamán, 3-3 éneket fogunk elénekelni. Az első három mű, amit hallani fognak, sorrendben a következők: Sziáti Bozse, Szent Isten, ez egy kijevi dallam. Másodikként Dosztojnoj ezt, valóban méltó, magyarországi szerb származású zeneszerző Kornélia Sztánkovicsnak a munkája, aki egyébként idén emlékeztünk 100 éves halálának 100. évfordulójára. Harmadikként pedig Tebe Poem, téged éneklünk a Szent Liturgiának a kánon részéből. Ez egy orosz dallam lesz.
Szeretettel köszöntöm valamennyi megjelent kedves vendégünket a Párbeszéd házában, mint annak vezetője Sajgó Szabolcs. Ha így körülnézünk a gyönyörűen tündöklő falak közt ebben a térben, tudjuk, hogy hosszú út vezetett idáig. 10 évvel ezelőtt, miután átvettük a meglehetősen romos épületet, akkor ilyen gondolatok kerengtek bennünk. Legyen-e újra, újként, ami volt? Vagy mi legyen? Szétvésett, juggatott, lepusztult falak, lemázolt freskók és szintelen, ólomtalan, törött ablakok.
gondos faragványok megcsonkolva, szentély megszentelenítve, meggyalázva, septében falazott díszes bejárat és mocsok mindenütt, akár tucatnyi méter magasig, vagy alant egészen ember közelben. Emelt egykor egymáshoz, emelt ez a tér, emelt fel egészen föl az égig, embernek mondott Isten embernek téged, s szavának ereje volt. A fénylő valót benned kitakarta, növelte, tisztogatta a két lábra állott állatot, a fölfelé tekintőt, az antroposzt. Önmagát aztán elvesztette, magukat, amint veszítették az újdonsült lakók. Lakók, bitorlók ide szakadtak, az igazán nincs kiért és nincs miért gazdák, megrablói a zuhanás pillanatnak a történelem éppen emelkedő percbirodalmában, az égfosztott égbe zuhanó rabtartók, rabok. Most elvonultak, a szemét maradt, s a gyalázat maradt, maradt a rom. A múltban már ártatlanok átvonultak, vadonat újba a dédelgetett jövő. Hála ezért az egek urának, hála neki a kivonulásért, hogy a holnapra ügyesek vége rabságából a lerabolt örökségnek fényes pénzért már kivonultak. Adj nekik, nagy úr, a lété vizéből, hogy szemét és rom szokásukat örökre elfeledjék. Maradtunk mi a romokon, mint ki hűséget esküdött, s maradt a szeme előtt, mögött, és mindenhogyan szétgyalázott asszony mellett, ha a regiment a kedvesen, a mindenen oda és vissza, s újra, újra, egyszer már végleg átvonult. Maradtunk, s a romok gyötrelmesen, s a romokon gyötrelmesen meg-megcsillan a múlt, meg a kérdés, mi is lehetne most itt, Istenem, ha másként rendelkezel, ha nem engeded, hogy a gonosz kertedre rászabaduljon. Add, te semmiből teremtő, hogy már azt tekintsük, ami születik, csak arra lássunk, ami frigyünkből veled már fogan. Ez 10 évvel ezelőtt volt, hogy ilyen gondolatok kerengtek itt, és ha most szétnézünk, akkor azt látjuk, hogy az Istennel összekötött ember élete, az mindig meglepetésekkel szolgál. Most is egy ilyen gyönyörű meglepetés alkalmon vagyunk együtt, a szavakban leírhatatlant ünnepelni. Válogatás Magyarország élő bizánci művészetéből című kiállítást megnyitni. Mikor ez a gondolat tavaly évvége felé meggyökeresedett, hogy jó lenne bemutatni az élő bizánci hagyományt, az eleven görögkatolikus létet, ami éppen tavalyi esztendőben is sok új impulzussal, erővel hívta föl magára a figyelmet. Jó lenne ezt bemutatni, akkor nagyon kegyes rendező odaföntről szépen összeboronált bennünket, többeket. Külön köszönet és hála a mai estének a megrendezéséért Terdik Szilveszternek, aki mindjárt majd a megnyitó szavakat is és a méltatást majd fogja tartani. Köszönet Seres Tamásnak, aki nagy gonddal kereste, válogatta, gyűjtötte, hozta, rendezte mindazt az Istennek ajánlott szép anyagot, amit itt látunk. Köszönet Fülöp metropolitának, aki azonnal mellé állt a gondolatnak, és ugyanígy Atanáz püspök úrnak, majd jönnek is, aki figyeli az eseményeket, hogy mi minden történik ez a kiállításnak az ideje alatt, az látja, hogy már holnap is
ebbe a kiállítást teremtette spirituális atmoszférába úgy lépünk be, hogy keressük a kárpát-medencei bizánci művészeti múltat a középkori Magyarországon, hiszen tudjuk, hogy akárhogy is alakult a történelem, nagyon ősi, nagyon honos mindaz, amit a görögkatolikus egyház ma él, képvisel, hirdet, amivel boldogítja, gyógyítja a szívünket. És most nem mondom el az egész programot, ez a kis lapot hátul fölvehető, és egyben hát hívok is mindenkit, hogy aki tud, kapcsolódjon be ezekbe az alkalmakba. Ugyanúgy, ahogy ez a most elkezdődött Jezsuita Sziget esemény rendezvénysorozat, ez február 21-ig sok mindent felölel, illetve az a már hagyományossá vált Belvárosi Csend névre hallgató rendezvénysorozat, amit elkezdtünk húshagyókedd estjén, és befejezünk majd pünköskor május 15-én. Akkor köszönöm, hogy olyan kevés biztatásra elvállaltad, és most akkor halljuk a méltatást. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves jelenlévők! A kiállítás fő és alcímének tömör boncolgatásával igyekszem körüljárni, értelmezni azt, ami most itt körülvesz bennünket. Ha egy ikonkiállítás címében olvassuk a szavakban leírhatatlan jelző szerkezetet, alapvetően a szent ikonok, a kultuszképek kontextusában próbáljuk meg tovább gondolni, mit is jelent ez. Én először a képekre vonatkoztatható paralel jelző szerkezetet hívom elő magamban. Ha valami szavakban leírhatatlan, akkor képekben ábrázolhatatlan is. Ugyanakkor rögtön megalkottam az ellentétét, ha szavakban leírhatatlan valami, akkor viszont képekben ábrázolható, jelentem ki, illetve teszem föl hirtelen ugyanezt kérdés formájában. Melyik állítás igaz a szent ikonokra? Összességében mindegyik. Az, hogy van, létezik olyan, ami leírhatatlan és ábrázolhatatlan, a zsidó-keresztény hagyomány egyik legősibb vallási tapasztalata. Aranyszájú Szent János így fogalmazza meg ezt a Szent Liturgia anaforájában, idézem, te vagy a kifejezhetetlen, kifürkészhetetlen, láthatatlan, felfoghatatlan, örökkévaló és változhatatlan Isten, idézet bezárva. Mégis az Istenről beszélni kell, hiszen a hit átadásának, az Istenről szerzett tapasztalat áthagyományozásának kiemelt eszköze a szó, a beszéd, és ennek írott formája az írott szöveg, vagyis a Szentírás. Az Istenről szóló szövegek hitelét a sugalmazás biztosítja, hitünk szerint, ami által az emberi szerzők gyöngeségei ellenére összességében mégis a lélek szándéka szerint való az, amit leírtak. A szó hitközvetítő szerepét még ma is többé-kevésbé egységes konszenzus övezi nyugati világunkban. Tehát ami szavakban leírhatatlan, valahogy mégis körülírható. Mi a helyzet a képekkel? Ábrázolhatnak-e olyat, ami szóban kifejthető, vagy éppen szóval el nem mondható? A második isteni parancs tiltja, hogy Isten ábrázolásával kísérletezzünk. Mégis a keresztény hit szerint az üdvtörténetben Jézus születésével olyan esemény zajlott le, amelynek következménye, hogy Isten az ő egyszülött fiában, Jézus Krisztusban egy lett közülünk, vagyis emberi lett, teljesen hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. Emberként láthatóvá, tapinthatóvá, körülírhatóvá, vagyis ábrázolhatóvá, megfesthetővé vált. A megtestesült fiúról szóló tudásunkat így foglalja össze a másik nagy egyházatya, Szent Bazil liturgiájának anaforája, az atyához intézett imában, idézem, a te jóságodnak képe, azonos pecsétje, aki önmagában mutat meg téged, az atyát, élő ige, igaz Isten, öröktől fogva való bölcsesség, élet, megszentelés, hatalom, igazi világosság, idézet bezárva. Ez mind Jézus Krisztus, aki emberi születése által a szót, az igét beöltöztette a testbe, az anyagba,
abba a testbe, amelyet a világ kezdetén saját képmására és hasonlatosságára teremtett, megtestesülvén megszentelte azt, és a megszentelés lehetőségét az anyagra is kiterjesztette. Tehát Isten megtestesülésének hittitka az a misztérium, amely a kereszténységet följogosítja arra, hogy a második isteni parancs ellenére a kultuszban kiemelt helyet biztosítson a képeknek. Természetesen a kereszténységnek voltak és vannak is olyan irányzatai, amelyek a képek kultikus használatát teljesen vagy részben elvetik. Bizáncban több mint 100 évig dúlt a képromboló vita, amely csak 843-ban ért véget a képtisztelet elismerésével. Erre minden nagybőjt első vasárnapján az ortodoxia, az igazhitűség ünnepén emlékezik az egyház. A 787-es második nikaiai és egyben a hetedik utolsó egyetemes zsinat kimondja, hogy az ige, a szó mellett a kép is hitközvetítő médium. Ha a kép hitközvetítő médium, akkor nem csupán dekoratív, másodlagos eszköz, hanem a Szentíráshoz hasonlóan sugalmazottnak kell lennie, ezért tisztaságának megőrzéséért az egyház közössége felelős. A képromboló bizánciakkal szemben éppen a római pápák voltak azok abban az időben, akik folyamatosan érveltek a képtisztelet jogossága mellett. Mégis a nyugati kereszténységen nagyon érződik, hogy nem harcolta meg olyan erővel ezt a küzdelmet, mint Bizánc, hiszen hiába közös teológia örökségünk a hetedik egyetemen zsinat tanítása, a nyugati kereszténység a képek iránti túlzott tisztelet és a túlzott bizalmatlanság között csapong a különböző történelmi korokban és még napjainkban is. Ezen a ponton tovább lépek az alcímre, ami így szól, válogatás Magyarország élő bizánci művészetéből. Egy kiállítás ritkán törekedhet teljességre, talán csak egyes művészek esetében engedhetjük meg magunknak, hogy mindent bemutassunk. A jelen válogatás széles spektrumot ölel föl. Az alkotók között vannak férfiak és nők, vannak ortodoxok, görögkatolikusok, római katolikusok, félve jegyzem meg, talán még kétkedők is, vannak hivatásos művészek, festők, szobrászok, grafikusok, restaurátorok, iparművészek és tehetséges autodidakták. A műfaji sokféleség is elmondható. Láthatunk itt fatáblákat, freskómásolatokat, textilképeket, bronzikonokat, terrakotta szobrokat. Ebben a sokféleségben akkor mégis mi a közös? Az, hogy az alkotók művészetében meghatározó, kiemelkedő fontosságú a bizánci keresztény művészeti hagyományhoz való kötődés. Ez a kapcsolódás minden egyes művön megfigyelhető, mértéke mégis nagyon különböző. Napjainkban már az átlag emberek is nagyon határozott elképzelése van arról, hogy milyen a bizánci művészet. Ha megkérdeznénk az utca emberét, ilyen válaszokat kapnánk, nagyon szigorú, merev, sok az arany, stb. Pedig a bizánci hagyományból táplálkozó művészet nagyon sokféle. A képekre vonatkozó egyházi előírásokban nagyon ritkán, vagy egyáltalán nem szerepelnek esztétikai kritériumok. A hagyomány kontinuitásában csak az tűnik egyértelműnek, hogy az ikonfestészet formailag és technikailag a hellenista klasszikus festészet, és így igazából Krisztus korának még napjainkban is élő hagyománya. Az alkotói szabadság és a hagyományhoz való viszony igazából a reneszánsztól kezdve létező nyugati eredetű problémafelvetés. A reneszánszban változott meg radikálisan a művészetről való gondolkodás. Az alkotó személye sokkal fontosabbá vált, mint korábban volt. Az alkotás folyamatában olyan szempontok kerültek előtérbe, mint például az invenció, a fejlődés, az individualizmus, amelyek korábban nem voltak központi kérdések. Oda jutottunk, hogy a művészettörténészek és esztéták az itt látható művek többségével ma nem tudnának mit kezdeni. A mai nyugati művészet fogalmon kívül eső tárgyaként tudnák őket csak meghatározni, másolatok, amelyekből hiányzik a művészet alkotó ereje. Ezen a ponton jogosnak tűnhet az egyik kiállító művész ellenvetése, aki azt mondja, az ikonok nem kiállításra való műtárgyak, hanem a kultuszban, a templomban, a hívők otthonaiban van a helyük, s ha onnan kiszakadnak, sérül a valódi közegük. Van ebben némi igazság. Ne felejtsük viszont, hogy a művészetről alkotott felfogás koronként változik. Szerintem közel van az az idő, amikor az ikonokat is visszaveszik a klubba.
100 éve már a szemetet és a semmit is művészetnek lehet tekinteni, akkor miért is kellene kizárnunk éppen a valamit? Igenis van értelme az ikonokat eredeti kontextusukból, a kultusz teréből kimozdítva, műalkotásokként is szemlélni. Esélyt kell adni a találkozásra azoknak is, akik nem jönnek el templomainkba, viszont egy kiállító térbe igen, semleges terület, ahol mégis nyugodtan beszélgethetnek. Jó lehetőség arra, hogy a művészet búvópatakként rejtőző értékei felszínre törjenek. Ez a közeg alkalmas arra is, hogy olyan műalkotásokat is megmutassunk, amelyek nem szoros értelemben vett kultusztárgyak. Ortodox közegben ezzel a két terrakotta szoborral, amelyet itt oldalt látunk, most nemigen találkozhatnánk. A képrombolási vita eredményeként ugyanis a szobrok használata a keleti kereszténységben radikálisan visszaszorult, pedig eredetileg több kiemelkedő kultuszszobor is létezett, napjainkban az ortodox templomokban inkább csak a szabályt erősítő kivételként találkozunk velük. Itt szeretném fölhívni a figyelmet egy másik kiállításra, amely nem olyan régen a Ludwig Múzeumban nyílt. Érmezei Zoltán konceptuális művész életmű kiállításáról van szó. Az ő ige a szókeresése során valósította meg korpuszszobrait, amelyek az ikontól radikálisan eltérő formáknak tűnnek, mégis nagyon mély hittapasztalatról tanúskodnak. Azért is említem ezt, mert az itt kiállító alkotók között is van olyan, aki számára éppen Érmezei Zoltán művészete nyitotta meg az ikonok felé is vezető utat. Hát csak egy kérdést kellene megválaszolni. Milyen az igazi élő bizánci művészet? Nem tudnám megmondani, mindenkor más választ próbál adni, hogy milyen művészet is felel meg az adott kor kultuszának, a liturgiáról alkotott fogalmának. A probléma esztétikai természetének megvilágítására kiragadott példaként idézem Széchenyi József nagykárolyi festő 1790-es levelét, amelyben a munkácsi görögkatolikus püspöknek panaszkodik, hogy némelyeknek nem tetszik az egyik ikonosztáza, idézem, mivel azt állítják, hogy a szentek sanyarúságban élvén azok képjeinek fekete, sovány és szomorkásnak kellettik lenni, nem pedig világos, vidám és világos ábrázatúaknak, idézet bezárva. Ha itt körülnézek, látunk szomorkás és pirosposgás szenteket is. Akkor ugyan melyik az igazi, melyik a hiteles ábrázolás? Valószínűleg mindkettő. Végleges választ nem tudok adni. A töprengésben csatlakozzunk az itt kiállító művészekhez, akiknek nevét, annak ellenére most felsorolom, hogy amint jól tudjuk, az ikonfestés anonim művészet. Tehát következzenek a művészek. Bajzik Anna, Dudás Jelena, Fehér Márta, Kacsó Cecília, Maklári Zsolt, Mátyási László, Kárpáti László, Kislégi Nagy Ádám, Németh Tamás, Puskás László és Seres Tamás. Végezetül szeretném megköszönni a Párbeszéd házának, különösen Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetesnek, hogy a kiállítás ötletével előállt és meg is valósította. Ez a tárlat ugyanakkor nem jöhetett volna létre a hajdudorogi görögkatolikus metropólia, a hajdudorogi főegyházmegye, a miskolci és a nyíregyházi egyházmegyék főpásztorainak támogatása és aktív közreműködése nélkül. Köszönet illeti a Bakony Béli és a Tihanyi Bencés monostorokat, magánszemélyeket és alkotókat, hogy ikonjaikat a kiállítás idejére nélkülözni nem haboztak, így a bőti időben gyakorolják, Nacsinák Gergely után szabadon fogalmazva, a szembőtjét. Külön köszönet illeti a hajdudorogi főegyházmegyét, hogy az egyházmegyei gyűjtemény munkatársát, Seres Tamás festő-restaurátor művészt, kurátorként és installátorként kikölcsönözte a kiállítás rendezés nem könnyű feladatára. Hát ezek után nem marad más hátra, mint hogy gyönyörködjünk és szemlélődjünk. Köszönöm szépen! Második és egyben befejező kórusblokkban, ahogyan az elején is mondtam, három éneket fogunk hallani. Elsőként az úrimádságát fogjuk hallani egy orosz zeneszerző Kedrov feldolgozásában. Ezt követi majd a Vecsenyének
az egyik főéneke, Enyhe világosság, a Siete Tihi, tradicionális kievi dallamon fog megszólalni. Végezetül pedig a kórus számára egy szép emlékhez kötődő himnuszt fognak hallani. 2011-ben alkalma volt a Szent Demeter kórusnak 3 hetet Oroszországban, Szentpéterváron egy ortodox zenei akadémián tölteni. Ennek keretében a Vállám Kolostor-sziget atyái és zenei szakemberei körében is töltöttünk néhány napot, ahol a helyszínen próbáltuk elsajátítani az ő énekstílusukat és az egyházi zenéhez való hozzáállásukat. Ott tanultuk meg a vállámi atyáknak a himnuszát, ezt fogjuk legutolsóként hallani. Thank you.
Господи, здравия, долгожитие и спасение на многое. Néhány ajándékot fogadjanak szeretettel Medve Helgától, akivel a szervezés folyamán már kapcsolatba kerültek. Nagyon aktuális ez a mai eseményünk, ugye a odafönti rendezés következtében előestéjén vagyunk egy 1000 éve várt alkalomnak, hogy Kelet és Nyugat találkozik majd Havannában holnap este. Kirill pátriárka és Ferenc pápa. Úgyhogy itt a párbeszéd, Kelet-Nyugat, különböző kultúrák, vallások, hagyományok párbeszédében nagy öröm, hogy ehhez így a mai magunk módján, így nem tervezettem, mégis valamivel hozzájárulhatunk. Nézegessék a háznak a honlapját, mert rengeteg szép esemény van, amiben tudnak kapcsolódjanak be. Most pedig akkor nem marad más, ahogy hallottuk előbb Szilvesztertől, hogy töltekezzünk, táplálkozzunk és böjtöljünk a Szenttel, illetve ne feledkezzünk el hátul az asztal, a terített asztalnak az áldásairól sem, folyékony és darabos áldásairól. Köszönjük, hogy jöttek!